Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége minden évben márciusban ünnepli meg az ágazatban dolgozókat. Segítsük a közösségeket a fenntartható fejlődésért. Ez volt az idei év mottója. A szociális szféra szereplői több témában is kerekasztal beszélgetést folytattak. Nyíregyházán a Debreceni Egyetem egészségügyi karának szociális munkaszakos hallgatói, tanárai és a szociális ágazatban működő helyi intézmények vettek részt idén a programban. A közös főzés a program kötetlen és könnyedebb része volt, viszont a szakma 4 szekcióban értekezett az ágazatban fellelhető aktuális problémákról. A szociális szolgáltatások ma már a legkisebb településeken is elérhetők. A hálózat kiépített, de szükség van szolgáltatás bővítésre. A szegénység kezelésében, munkanélküliségben, hajléktalanságban, az idősellátásban 30 éve dolgoznak szociális munkások Magyarországon. A szakemberek szerint a nehéz élethelyzetek leküzdésében nyújtanak elsősorban segítséget. Szerintem folyamatos tanulás előtt állnak a kollégák. Egyrészt a fejlődni és változni kell a társadalom változásaival együtt. Tehát ahogyan a családok változnak, abban benne van a gazdasági változás, a társadalmi fejlődés, jönnek együtt ezzel a problémák, tehát mindig nagyon ügyesen és nagyon résen kell lennünk, és el kell csípnünk azt a momentumot, ahol mi be tudunk avatkozni a család életébe, és egy kicsit szemlélet, nem is kicsit, szemléletváltozásra, váltásra tudjuk őket mozgósítani. A szociális ágazatban is megfigyelhető az elvándorlás, kevesebb a szakember, bár az egyetemen van utánpótlás képzés. A szakma szerint vissza kell adni a szociális munka rangját, megbecsülését, és meg kell ismertetni a tevékenységüket a közvéleménnyel. Vendégem a stúdióban dr. Szoboszlai Katalin, a Debreceni Egyetem egészségügyi karának, szociális munkatanszékének a tanszék vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az idei ünnep, ami igazából a szociális munkások ünnepe, egész márciusban tart, és több témában is értekeztek, ahogyan ez a felvezető anyagban is szerepelt. Mire jutottak a szekciórések végén? Hát én egy kicsit az elejéről kezdeném, hogy a szociális munkások Magyarországon abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy kétszer is ünnepelhetnek, és kétszer is ünnepelhetünk. Az egyik, ami a felvezetőben elhangzott, hogy március hónapban a szociális munkások világszervezetéhez kapcsolódóan a szociális munka szakos hallgatók szerveznek programokat, ez volt múlt héten pénteken, és erről szólt a felvezető riport is. A másik pedig novemberben, november 12-én, ugye Magyarország kormánya november 12-ét a Szociális Munkanapjának nyilvánította, de ugye ez nyilván a jövőbeni program, a következő november 12-én ismét várhatóan lesznek olyan szakmai programok, amelyek a szociális munkáról szólnak, de visszatérve. Ugye ezen a pénteki napon a hallgatók egy olyan programot állítottak össze, amelyek az előbb említett témához, ami a közösségek fenntartható fejlődése, a közösségek segítése kapcsolódott. Az egyik beszélgetés éppen az idősekkel, idősekről szólt, a másik a szegénységben élők, a harmadik pedig a hajléktalanság kapcsán igyekeztünk olyan témákat átbeszélni, amelyek arról szóltak, hogy például egy közösségen belül hogyan vehetjük észre, hogyha valaki gondokkal küzd, mi az, amit a közösség tagjai maguktól is meg tudnak tenni, hogyan lehet kifejezni a szolidaritást, és hogyan lehet az egyéni szolidaritásokból valamilyen közösségit építeni és kialakítani. Ezekről beszélgettünk, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan jó kezdeményezés előjött, amelyeket már most is ismerünk, most is tudunk, és amelyeket nyilván a későbbiekben is fel tudunk használni, és ezek a beszélgetések mindig inspirálóak, hiszen mindig van valami új ötlet, valami új perspektíva, amin aztán elkezdünk gondolkodni. Most is volt ilyen, gondolom, valami olyan új ötlet, valami olyan új irány, amit be lehet építeni a szociális munkába? Hát például, hogy az én szűkebb szakmai területem az a hajléktalanság, illetve a hajléktalanok segítése. És ugye ez a tél egy rendkívüli hideg időjárást hozott nekünk, és hát itt a városban is például a Laborkafé indított el egy önközösségi akciót, egy önközösségi kezdeményezést, ami arról szólt, hogy megnyitotta
a hajléktalanok előtt a kávészóját, és azt mondta, hogy jöjjenek be, üljenek le, igyenek egy kávét, egy teát, töltsenek el ott időt, vegyenek egy könyvet a kezükbe, beszélgessenek. És ez tényleg így történt, és közben aztán megindult az adománygyűjtés, elkezdtek szendvicseket készíteni, nagyon sok élelmiszeradomány összejött, és persze bekapcsolták ebbe a Periféri Egyesületet is, hiszen ugye az ő kezdeményezésük, az ő aktivizáló képességük, adományszervező képességük eredményét, ami mármint a Periféri Egyesületnek nyilván a szociális munkáját odatéve nem csak azok részesülhettek belőle, akik bementek, hanem azok is, akik a szociális munkát igényelték ebbe a téli időszakban. Igazából a magánszférát lehet-e aktivizálni, vagy nehéz-e megszólítani, mit tapasztalnak a szociális szférában? Lehet-e őket afelé terelni, hogy igenis legyenek figyelmesek, legyenek segítségnyújtók, ha megtehetik természetesen? Mi a tapasztalat? Én azt gondolom, hogy ez egyrészt függ az élethelyzetektől. Nyilván ez a rendkívüli hideg, tényleg sokakat arra késztetett, hogy ők is tegyenek valamit. Ugye a másik ez a kabát akció volt, a fogaskabát akció, amit Nyíregyházán is megjelent. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor mindig előjön valami jó ötlet, valaki elkezdi. Ma már az internet és a közösségi média világában tényleg elég egy posztot föltenni, és azt megosztják, és nagyon sokan csatlakoznak hozzá. És azt gondolom, hogy a közösségi kezdeményezéseknek ez egy nagyon jó csatornája, egy nagyon jó kommunikációs felülete, hogy van egy ötlet, azt föltesszük, és nagyon sokan elkezdenek csatlakozni hozzá. De most ugye nyilván nem mindenki használja a közösségi média felületeket, hanem mások pedig másként. Tehát egy jó ügy mellé azt gondolom, hogy mindjárt lesznek olyanok, akik mellé állnak, és próbálnak segíteni, akár gyűjtésekkel, akár úgy, hogy ők maguk is tevőlegesen. Ugye például nagyon sokszor látjuk azt, hogy gyerekeknek, családoknak, időseknek szerveznek olyan adománygyűjtéseket, vagy olyan segítségnyújtásokat, amivel egy kicsit jobb lesz az életük. Szó volt ezen a rendezvényen is arról, hogy tenni szeretnének azért, hogy a szociális munkásoknak a munkáját, a tevékenységét minél szélesebb körben megismerjék, vagy a közvélemény megismerje, hiszen annak ellenére, hogy 30 éve van szociális munka Magyarországon, még nagyon sokan nem tudják azt, hogy hol, milyen területen és miben is dolgoznak. Miért tartják ezt fontosnak? Így van, valóban közel 30 éve van szociális munka Magyarországon, és itt Nyíregyházán 90 óta van szociális munkás képzés. Éppen ma megnéztem, hogy hány végzett szociális munkásunk van, és hát ez alap- és mesterképzések összességében körülbelül 2700 szociális munkás kapott nálunk a Debreceni Egyetem egészségügyi karon diplomát van. Ugye ez egy nagy számnak tekinthető, azonban nem állhatunk meg itt. Tehát, hogy nyilván mi is folyamatosan igyekszünk fejleszteni a képzéseinket, másrésztről pedig folyamatosan hírt adni magunkról, hiszen azt gondoljuk, hogy a szociális munka, mint segítő tevékenység, az el kell, hogy jusson az emberekhez. A segítséget igénylőkhöz, a segítséget kérőkhöz is el kell, hogy jusson a döntéshozókhoz, és el kell, hogy jusson a szakmát választókhoz is. És a szakmát választók esetében akár a fiatal, most érettségiző, vagy majd a jövőben érettségiző fiatalokhoz, illetve azokhoz is, akik már túl vannak az érettségén, de még nem találták meg azt a szakmát, amit ők igazán szeretnének, mondjuk hosszú távon, akár egy életpályában először megtanulni, utána pedig végezni. És hogy mi őket is szeretnénk elérni, és az, hogy így igyekszünk nagyon sok felületen, akár itt a televízióban, akár az interneten, közösségi médiában is hírt adni magunkról, ez mind azt a célt szolgálja, hogy fölhívjuk magunkra a figyelmet, és persze közben vannak személyes találkozások és programok is. Ez mindez egyrészt segíti a társadalmi megbecsültségét is ennek a szakmának, másrészt pedig ugye ebben a szakmában is, ahogyan az egészségügyben is van egyfajta elvándorlás, ami nem is olyan mértékű, mint az egészségügyben, de már tapasztalják a szakember hiányt. Még egy nagyon fontos kérdés is a rendezvényen, ez is szóba jött már csak nagyon röviden. Milyen
társadalmi kihívásokhoz kell igazodnia a szociális munkásnak manapság, hiszen eleve a feladata is az, hogy a társadalom változásait nyomon kövesse, és ebben a változásban meglássa azt, hogy milyen szféra, milyen jellegű segítségre szorul. Igen, az egyik, az ma vitathatatlanul a szegénység. Tehát ugye nyilván ez most egy fontos társadalmi kérdés is, hogy a szegénységet hogyan lehet csökkenteni, benne a gyerek szegénységet hogyan lehet csökkenteni. Ebben nyilván a szociális munkának is dolga van. És a másik pedig éppen a közösségekhez kapcsolódóan, hogy hogyan lehet úgy közösségi erőforrásokat, közösségi aktivitásokat mobilizálni, hogy a közösség is képessé váljon önmagáért tenni és önmaga helyzetén változtatni, és ugye nyilván ez mindig az egyes emberek és az egyes családok helyzetének változásával érhető el. Ez utóbbi egy nagyon sok kihívásokkal teli feladat szerintem, ez a közösség építés és hálózat szervezés. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm.